Tízezrek tüntettek vasárnap az athéni parlament előtt. A tiltakozók egy csoportja összetűzésbe került a rohamrendőrökkel is. A randalírozók sisakot viseltek és görög zászlókat lengettek. A tüntetők nem szeretnék, hogy Görögország engedjen Macedóniának a 25 éve tartó névvita lezárása érdekében. A megmozdulások azután kezdődtek, hogy Matthew Nemetz, az ENSZ külön megbízottja ellátogatott Athénbe és Skopjébe is, hogy megoldást találjon a negyed évszázados vitára. A tüntetés egyik fő szónoka a világhírű zeneszerző, a 92 éves Mikis Theodorakis volt, aki népszavazás kiírását követelte a kormánytól. A görög-macedón névvita 1991-ben kezdődött, miután Macedónia függetlenné vált Jugoszláviától. Görögország már akkor kifogásolta, hogy az új ország a Macedón köztársaság nevet akarja viselni, mivel Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón kisebbség él, Makedóniának hívják. A görögök úgy vélték, hogy a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő. Az ország így a nemzetközi dokumentumokban jelenleg a Macedónia volt jugoszláv köztársaság nevet viseli. A névvita miatt Macedónia Európai Uniós és NATO integrációja késik. Görögország ugyanis addig nem hajlandó megszavazni északi szomszédja csatlakozását a két szervezethez, amíg az nem mond le a Macedónia névről. A vita végére szakértők szerint úgy kerülhet pont, hogy a macedón köztársaság nevét megtoldják az új vagy az északi jelzővel. Egy friss közvélemény kutatás szerint a görögök 59%-a ellenzi, hogy a Macedónia szó szerepeljen az északi szomszéd jövőbeli nevében.